gondoltuk, hogy ebben a 14 napos Cervinus Fesztiválban megmutatjuk azokat a hozzánk közeli szakmai szervezeteket, táncegyütteseket, városi kamarazenekar, tangóharmonika zenekart nem sorolom 10 nappal ezelőtti gálában, illetve azokat a zenekarokat, akik a Cervinus Teátrum által szervezett városi programokban, Majál és augusztus 20-a szilvanapban aktívan partnereink. Tudni kell, hogy Szarvason jelenleg több mint 10 könnyű zenét játszó zenekar van, különböző korosztályokban. Mi úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy egy mai kis koncert kerekedjen, maximum 3-4 zenekarral szabad koncertet, műsort szerkeszteni, hiszen olyan nyúlfarknyi lenne akkor egy-egy zenekar játékideje, amiért a technikai átállást sem érdemes megcsinálni. Úgyhogy lesz ennek folytatása, jövőre 2020-ban biztos, hogy vagy a jelenlegi zenekarok valamelyike, vagy pedig azok a zenekarok, akik még itt vannak köztünk, a város zenei életében jelen vannak, soron következhetnek majd. Ugye tavaly már helyet kapott az a pavilonos zenekar, akik Hajdanában, Danában nagyon sok embernek az ifjúsági szórakozását jelentették a pavilon berkein belül. Tudni kell, hogy itt is generációk váltották egymást, és újabb zenekarok vehettek részt a pavilon életében. Illetve volt utána később egy olyan váltás, amikor lehet, hogy már pénzhiányra hivatkozva a pavilon üzemeltetői átmentek diszkósba, utána lassan már az sem. A lényeg az, hogy volt egy időszak, amikor a hajdani Vajda Péter Művöldési Központ színpad alatti pincéjében elindult egy klubélet, ez volt a Zebra Klub kezdete. Nagyon-nagyon lelkes fiatalokkal, valószínű sokan ülnek itt a nézőtéren azok közül, akik még oda jártak bulizni, és ebből nőtte ki magát, ebből a Zebra Klubos dologból a Granáriumban működtetett Zebra Klub, melyet Bukovinszky Béláék országos hívűvé tettek, és olyan tehetségkutató programokat indítottak el, amelynek keretében ismerté vált a hátam mögötti logó által félnyelzett zenekar is, a feláldoztató. A három zenekar közül ők fogják zárni a ma esti programot. És hát nagyon remélem, hogy név szerint is bemutatkoznak majd a színpadon lévő zenekar résztvevői, de először a távoli rokonok lépnek színpadra. Tasi Józsi barátom, aki annak idején gazdasági vezetője volt a Vajda Péter Művöldési Központnak, majd a így kialakult kulturális gazdasági cégnek. Ezután Körös Parti Band következik, és ahogy említettem, a feláldozható zenekar zárja a sort. És most átadom a szót a zenekaroknak. Örülünk, hogy itt lehetünk, és jó szórakozást kívánunk! It goes like this, the fourth, the fifth, the ninth.
ez volt a bevezető, amit nagyon szeretünk lakodalmakon is eljátszani, úgyhogy fiúk, kicsit. Thank you.
és álmodom, hogy reggel újra fel kell adnom, és igazat mond, és megsimogat, ha itt lennél velem. Köszönjük vele, de nem akarom, csak nézek utána az ablakon, ahogy egy kisfiú nem hiszi el, hogy most már menni kell. Yeah.
gyorsan. A gitároknál Turna Barna Tamás! Mindig elrontom, Turna Barát Tamás! A basszusgitárnál fogadják sok szeretettel a mi fejünket is, szívünket, Labanc Balást! A dobok mögött, aki helyben tart minket. Gyurica László! A mi szarvasi honfitársunk, itt a billentyűk mögött pedig. Szuromi Zoltán! Zsakar Szuró énekese, Pénzes Katalin! Köszönöm szépen! És akkor folytassuk egy kis latinos dallamokkal! Thank you.
Thank you.